Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál. Bleier Gábor mai vendégem, Kis Zsófia, az XV Media főszerkesztője. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengedett, tegeződni fogunk a riport alatt. Rendben, köszönöm szépen, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Kicsit, hogy a hallgatóink jobban megismerjenek, hogy találtál rá erre a nagyon szép szakmára? Hogy kezdődött ilyen szempontból a pályafutásod? Hát én vagyok az, akit a legelején kicsi gyermekkorban már sikerült megfertőzni a médiával, ha szabad így fogalmazni. Édesapám operatőrként dolgozott több produkcióban, és 3-4 éves koromban vitt el egy olyan forgatásra, ahol Grillusz Vilmossal és Levente Péterrel forgattak együtt, ott statisztaként vitt, mint egyéb kollégák is a saját gyermekeiket, és édesapám később sportközvetítéseken forgatott operatőrként, és oda vitt magával. Eleinte csak szemlélődtem, aztán később kisegítettem a riportereket egy-két alkalommal, én kérdeztem helyettük, hogyha valaki lebetegedett, és akkor szépen apránként sikerült kamaszkortól bele dolgozni magamat ebbe a szakmába. És érdeklődés tekintetében már akkor is ilyen dolgok érdekeltek, vagy valami egészen más? Tehát humán beállítottságú vagy inkább, vagy reál? Ez egy érdekesen összetett dolog, mert ha a tantárgyakra vetítjük ezt a dolgot, akkor mindig a matematika volt a legerősebb pont, és nagyon sokáig a matematika tanári pálya irányába kacsingattam, de mindig valahogy az újságírás meg a média az megvolt egy ilyen másik sodrásban, és végül is 13 éves korom körül döntöttem el, hogy én sportriporter szeretnék lenni. És mik voltak az első szájfalvargatásaid? Rádiós gyakornok voltam az egyetemi évek alatt a megboldogult rádiókafénak a kötelékében, és ott a hírszerkesztők munkáját segítettem minden nap sportinterjúkkal. Mellette futsal magazinba segítettem be szerkesztőként, szerkesztőgyakornokként, és később, amikor női futsallal is foglalkoztunk, akkor az én feladatom volt a női összefoglaló elkészítése. Aztán volt egy kis szünet az életemben, amikor Angliában babysitterként dolgoztam, és hát onnan pedig már az XVTV a következő állomás. Én azért jöttem haza Angliából, hogy itt ennél a tévénél dolgozhassak. Még mielőtt egy kicsit tovább rohanunk, azért nagyon izgalmas dolog, hogy valaki kim volt Angliából, ott valamennyire megvetett a lábát. Ez mennyi idő volt az életedben? Ez egy nagyjából 9 hónap. Egy barátnőm ajánlására érkeztem ahhoz a befogadó családhoz, ahol ő is dolgozott. 2 picike 4 éves gyerekre kellett vigyázni, a háztartást vezetni, és egy kifejezetten nyelvtanulási szándékkal mentem ki, de rengeteg olyan tapasztalatot sikerült a gyerekek révén összeszedni, amit most már anyukaként saját magam is tudok hasznosítani, úgyhogy egy minden szempontból nagyon érdekes és hasznos utazás volt. És hogy láttad Angliát magyar szemmel? Melyik városban voltál? Én Guildfordban voltam, ezt úgy mondtam régen, hogy ez olyan, mint Budapestnek vecsés, egy London környéki külvárosi, kicsit kertvárosi, de azért nem túl vidéknek számító város. Engem lenyűgözött, tehát ahogy az épületek kinéznek, amilyen az a táj volt, a nyugodtsága, az embereknek a kiegyensúlyozottsága azon a környéken, ahol mi laktunk, az számomra teljesen varázslatos volt, és gondolkoztam egy darabig rajta, hogy nagyon szívesen maradnék kint hosszabb távon. És mégis mi volt az, ami ennek ellenére hazahozott? Hát ez nem annyira romantikus történet. A kollégák, akik a mostani kollégák, 2012 nyarán kerültek ide az XVTV-hez, és akkor kezdték az új televíziót fölépíteni, és úgy alakult, hogy az eredeti stáb gyártásvezetője viszonylag hamar elköszönt tőlük, és szükség volt itt egy gyártásvezetőre. És édesapám, aki itt dolgozott akkor már operatőrként, jelezte, hogy számítanának rám ebben a pozícióban, úgyhogy én az ottani állásomnak a végeztével amúgy is lejárta a munkaszerződésem, hazajöttem, és hát eredetileg gyártásvezetőként kezdtem itt a tévénél. Jó, akkor menjünk vissza, tehát hazajöttél, és jelentkeztél egy gyártásvezetőnek, hogy felvettek. Mit láttál, hogy milyen volt az akkori XVTV vagy XV Media? Igen, akkor még ugye XV Mediaként az újság, a televízió egy szerkesztőségben volt, ezt érdemes tudni a hallgatóknak, hogy most már 15. az újság neve, mi pedig XVTV vagyunk, tehát maga az XV Media, mint olyan cég, az nem üzemel, de a két fő szárnya, az újság meg a tévé, az most is működik. Elkövettem én egy hibát, magyaráztuk meg, hogy mi ez az XV Media, és XVTV mit akar, miért XV, tehát tulajdonképpen igen, hol vagyunk, és miről szól ez az egész? Igen, ugye az XV Mediát, a Nonprofit Kft-t, azt mint a 15. kerületi médiatársaságot hozták létre,
létre, és akkor ennek volt az egyik bástyája az XVTV, a 15. tévé, ami gyakorlatilag a kerület kábel tévéje, hogyha ezt nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, és volt korábban az Életképek című újság, ami a kerület újságja. Most már ugye a Csokonai Nonprofit Kft.-hez tartozik mind a kettő, és én kifejezetten a televíziónak dolgozom most a főszerkesztőjeként. Igen, akkor még egy kicsit szélesítjük a kert. Tehát a 15. kerületben vagyunk, ami Pest új helyet, Újpalotát és Rákospalotát fogja magába, és tulajdonképpen napra készen szórjátok a híreket, illetve azokat az eseményeket, amiről érdemes tudni. Igen, igen, mi igyekszünk kifejezetten helyi hírekkel foglalkozni, kifejezetten helyi eseményekről beszámolni, helyi embereknek az élettörténeteit bemutatni, és mindemellett persze az országos napi fontos híreket is elhozni adott esetben a kerületiekhez. Bocsánat, ez a kis kitörér, csak hogy a hallgatóink is teljes mértékben képbe legyenek. De menjünk egy kicsit vissza, tehát azt mondtad, hogy ide jöttél, mint gyártásvezető, és mondtad, hogy kollégák jeleztek. Tehát mi volt akkor, milyen volt, mint új régi belépő, mert ugye az édesapád kapcsán ismerni, mit láttál itt? Egy nagyon családias közegbe érkeztem, ugye pont a gyerekkorom révén voltak olyan kollégák, akiket egész kisgyerekkorom óta ismertem, és itt egy olyan csapat állt össze 2012. novemberére, amikor megérkeztem, akik egy elég fiatalos lendületet képviseltek, akiknek olyan szakmai tapasztalata volt már akkor is különböző országos televíziók révén, ami egy kicsit kiemelt minket, és azt gondolom a mai napig kiemel az úgymond kábel tévék sorából. Tehát egy szakmailag, egy lelkesedésében teljesen szerintem kábel tévés szinten újszerű, és egy nagyon befogadó közeg volt itt, amivel találkoztam. És mik voltak az első feladatai? Tehát mi az, amivel szembesültem? Tulajdonképpen nézzük meg, hogy egy tévés gyártásvezetőnek mi a dolga? Tehát miért egy gyártásvezető csinál, pláne mit egy ilyen közegben? Itt nálunk kifejezetten ennél a tévénél ugye forgatási engedélyeket kellett leszervezni, le kellett egyeztetni azt, hogyha egy forgatás megtörténik, legyen ott egy szerkesztő riporter, legyen operatőr, ha ők visszaérkeznek, legyen egy olyan vágó kollega, aki az utómunkát elvégzi. És nálunk egy kicsit itt ez a főszerkesztői feladattal eleinte összemosódott, mert én segítettem abban, hogy a műsoroknak a témáit egyeztessük, és hogy gyakorlatilag a teljes műsorterv összeálljon. Egy nagy tévénél van külön főszerkesztő, van külön gyártásvezető, és ahogy van külön operatőr vagy technikus is. Nálunk kicsit összemosódnak, pont azért, mert pici tévé vagyunk kevés emberrel, összemosódnak ezek a munkakörök, de nekem kifejezetten a tévé működésének az elősegítése volt a feladat, hogy mindenhol legyen olyan ember, aki elvégzi az adott munkát, és hogy estére tudjunk egy friss adást elkészíteni. És arra még emlékszel, hogy abban az időben milyen struktúrában, milyen műsorokat csináltatok? Igen, igen, akkor is volt már a 60 plusz nyugdíjas magazinunk, ez jelenleg is működik még, mondhatjuk, hogy az egyik legrégebbi műsorunk. Akkor még azt hiszem, hogy talán képviselői videoblog néven futott az a műsorunk, ahol az országgyűlési képviselő heti 10 percben beszámolhatott a kerületet érintő eseményekről. Ugye ez most már megkérdezzük a polgármester címen, de ugyanazzal a formátummal fut tovább. Akkor is voltak híreink, viszont akkor napi híradónk volt. Most egy heti hírösszefoglalónk van. Tehát bizonyos műsorok, a kulturális műsorok is, az alkotókéz akkor is ugyanúgy működött, csak ezek most egy kicsit más köntöst, egy modernebb köntöst, egy más lendületet kaptak. Most már a műsoraink sokkal inkább internet felhasználóknak az igényeit szolgálják ki, tehát nem elég az, hogy a tévét bekapcsolom és jó műsort látok, ha valaki rákattint a YouTube-ra, vagy rákattint a közösségi oldalunkra, akkor ennek a műsornak ott is meg kell állnia már a helyét. Ez mennyiben jelentett arculat, illetve struktúraváltást nálatok, amikor ez a dolog elindult, tehát egyre jobban nagyobb sült kapott az internet, de azért ugyanúgy a kábel tévére is oda kell figyelni, tehát változtatott ez bármin? Igen, igen, és ez még mindig egy olyan folyamat, ami nem zárult le teljesen. Ugye a magazinok megváltoztak, régebben egy hosszabb magazinban egy témát dolgoztunk föl, sokkal nagyobb mélységében, most már rövidebb témákból akár 3-4 is megjelenik egy magazinon belül, illetve rengeteg hír tartalmunk van, ami kifejezetten a közösségi médiába kerül feltöltésre. Ugye az, hogy van egy heti híradó, az egy kicsit abból a szempontból talán hátrány is, hogy egy hétfői esemény péntekre nem biztos, hogy feltétlenül hírértékű, ezt most már hírösszefoglalónak hívjuk, és bizony, ha van hétfőn egy olyan esemény, ami fontos, egy koszorúzás, egy díjátadó, egy olyan előadás, vagy egy olyan rendezvény a Csokonaiban, ami kifejezetten érdekes lehet a nézőnek, azzal kedden már találkozhatnak az interneten keresztül a nézők.
mondhatom azt, hogy napra készebbek vagyunk, mint mondjuk 10 éve. Vajon ezek az is azok után változtak a hallgatói vagy nézői szokások? Tehát másképp állnak az emberek az élethez? Igen, és mi azt a visszajelzést kapjuk egyébként, amikor kimegyünk egy-egy eseményre, hogy sokkal inkább az internetről tájékozódnak az emberek, a klasszikus televíziózás felé már kevésbé nyitottak, és... Valljuk be, én is itt lakom egyébként a kerületben, én sem feltétlenül a kábel tévén keresném a kerületi híreket, hanem keresnék online hírforrásokat, hogy a telefonomon, amikor van egy 5 perces üres járat, akkor 2-t tekerek, és rögtön a közösségi médiában megtaláljam azokat a friss híreket. Mindig azt szokták mondani, hogy a fiataloké a közösségi média, egyáltalán nem. Nagyon jól képzettek, ha mondhatom így, a kerületi idősek, nyugdíjasok a közösségi média felületeken. Sőt, mondhatom azt, hogy sokkal jobban fogyasztják ezeket a tartalmakat, mint a fiatalok, és ez nagyon meglepő tapasztalat számunkra. Mennyire tudtok mérni dolgokat, azt, hogy mennyien nézik, hogy kik hallgatják? Tehát tudjátok-e követni a közösségi nézői igényeket? Igen, a közösségi médiában látunk erről statisztikákat, meg ugye a kommentekből is, megosztásokból is tudunk erre következtetni, és azt látjuk, hogy szívesen nézik egyébként a tartalmakat, és lehet, hogy most a választási hangulat már egy kicsit benne van ebben a dologban, de nagyon sok komment érkezik, és sok esetben egyébként, ami szerintem egy nagyon nagy pozitívum, elég konstruktív vitákat kezdeményeznek egy-egy poszt alatt. Mit tudtok ebben csinálni? Kell-e ebben reagálnatok, kell-e nézni ezeket a visszajelzéseket? Tehát kezelni kell ezeket a dolgokat, vagy azt mondod, hogy oké, ott vannak a kommentek? Bizonyos értelemben kell ezt egy mederben tartsuk. Vannak olyan kommentek, amik kifejezett kérdéssel érkeznek hozzánk. Én abban a szerencsés, vagy nem biztos, hogy túl szerencsés helyzetben vagyok, hogy látom az összes befutó kommentet adminisztrátorként. Ha valaki kérdést tesz fel, és tudunk rá válaszolni mondjuk közszolgálati témában, akkor általában rövid időn belül válaszolunk. Van, amikor azért kialakul egy kis adok-kapok, én ott igyekszem az észszerűség határai mentén moderálni, mert az se jó, hogyha mindent kiszedünk és mindent letiltunk. Nyilván, hogyha valaki vulgáris vagy olyan stílusban kommunikál, akkor azt kiszoktuk moderálni, de nagyon ritka az ilyen eset szerencsére. Azért általában, még ha nézeteltérések is vannak, ezt jól tudjuk kezelni. Azt hiszem, ez nagyon fontos. Picikét, most már kezdtünk el nagyon a mára ebezni, de akkor maradjunk most már itt. Most hogy látod a műsorstruktúrátokat, nézettségeteket? Most, hogyha azt kéne mondani, mik a kiemelkedő programjaitok, mi az, amire azt mondod, hogy szükséges, és mi az, ami kötelesség? Hát kétfelé választanám, mert ugye a közéleti dolgok azok egyben szükséges és köteles dolgok is. Van két közéleti műsorunk, az egyikben a polgármesterasszony érkezik hozzánk hetente egy beszámolóra, másikban az országgyűlési képviselőnk. Én azt gondolom, hogy a fontosabb közéleti témák alapvetően itt jelennek meg, és nyilván az ő nézőpontjukat képviselik, de ez egyfajta tájékoztató jelleggel is bír, nagyon sok rendelet, nagyon sok pályázat, döntéshozás az itt tud részletesebben megjelenni, ami érdekelheti a nézőket. És van egy másik szekció, ami kicsit egy szórakoztató szekciónak hívnám. Itt van például a mozaik, ami a közösségi házaknak a programjait mutatja be részletesebben. Én szerintem az egyik húzó műsorunk egyébként a mozaik. Most a farsangi felvonulás volt legutóbb a témák között, vagy a Valentin napi előadáson is ott voltunk. Ezekről készülnek beszámolók, tehát a mozaik inkább ezt a kulturális vonalat képviseli, és van nekünk egy élő bolygónk, ami korábban az állattartással kapcsolatos fontos információkat képviselte. Itt például most volt egy adásunk, ahol kifejezetten a Zero Waste-tel, a környezettudatossággal foglalkoztunk, és azt látjuk, hogy rengeteg néző kattintott rá a YouTube-on, és nagyon népszerű volt. Van persze mellette sportmagazinunk, hiszen rengeteg kiváló sportcsapata van a kerületnek, úgyhogy az ő tevékenységüket is folyamatosan követjük. Azt hiszem, hogy talán ezek a kiemelkedő műsorok, és van egy-egy alkalommal olyan, hogy kerületi portrét is megjelenítünk, általában a díszpolgárokat, vagy kiemelkedő tevékenységgel bíró kerületi személyeket keresünk meg. Itt ugye ritkábban jelenik meg ez a műsor, de én azt gondolom, hogy ez is mindig egy minőségi tartalmat nyújt. Mennyire kell figyelned akár a díszpolgárokat, vagy azokat a kiemelkedő eseményeket, vagy kiemelkedő embereket, amik a kerületben vannak, tehát mennyire kell ezt követned, mint magánszemély, vagy akár mint főszerkesztő, és mennyire kell ezt prezentálni az itt lakók felé?
Én magánemberként is követem, ugye mi nem lakunk itt nagyon régóta a kerületben, de én azt gondolom, hogy kerületi lokálpatriótának nem csak itt született emberként lehet lenni, és nekem nagyon a szívem csücske ez a kerület, és ha nem dolgoznék a televíziónál, akkor is próbálnék aktívan részt venni a közösségi életbe. Elkerülhetetlen, hogy tudjunk arról, hogy kik azok az ismert emberek, akik valamit letettek az asztalra. Ha már erről beszéltél, és ha már lokálpatriotizmust emlegettél, meg világra nyitott személyiséget, és pláne a közvetlen környezetedet, milyennek látod ezt a kelet összetételben, kulturális nyitottságban, közéletre nyitottságban? Ugye három nagyon különböző részből áll a kerület. Hogy látod? Én szerintem pont ez adja a kerületnek az úgymond varázsát, hogy van három különböző kerületrész, és mindegyikben van valami, ami miatt kifejezetten szerethető. Tehát én Rákospalotának nagyon szeretem azt a kertvárosias jellegét. Néha azt mondják negatívumként, hogy kicsit falu jellegét, szerintem ez egy nagyon vonzó tulajdonsága, és az, hogy az itt élők milyen közösséget alkotnak, az is egy csodálatos dolog. Pestújhelyen is, ha az ember végig sétál, ott is ez a kertváros élvezet más jellegű, mint Rákospalota, de mégis csodaszép. Újpalotán pedig, hát a panelokra ritkán mondják azért azt, hogy csodaszép, viszont Újpalotának is egy nagyon erős közössége van, és az emberekben egy összetartó erő. Összességében szerintem ez egy nagyon klassz kerület. Másmilyen az a három közösség? Tehát erről tudsz valamit mondani, vagy ennyire mélyen nem foglalkoztál vele? Azt mondtad, hogy más az emberek mentalitása, és másfajta kultúrszomjuk van. Ezt hogy kell értelmeznünk? Hát például a programok révén én azt láttam, hogy amikor régen mentünk forgatni, a régen az mondjuk egy 10 évvel ezelőtt volt, hogy kifejezetten a népi hagyomány ápolás, az például Pestújhelyé volt. Tehát, hogyha egy jó népzenei előadást akart az ember látni, akkor 99%-ban Pestújhelyre ment. A kifejezetten gyerekcentrikus programokat én mindig az Ötvös utcában, Rákospalotán láttam. Újpalota valahogy, mintha modernebb tartalmakat közvetítette volna, tehát inkább a fiatal felnőtteket célozta volna meg, aztán lehet, hogy én ezt rosszul látom, erről a művelődés szervezők többet tudnának nyilatkozni, de hogy összességében az összetartásban nagyon hasonlóak a közösségek, abban, ahogy egymást segítik, abban, ahogy a saját kerület részüket szeretik, szerintem nagyon hasonlóak, de mégis talán az érdeklődésük más. Egyébként a zenei ízlés a legjobb példa erre. Újpalota volt az, ami a könnyedebb stílust képviselte mindig, ahol ha tartottak egy mulatos koncertet, például egy Goodbye nyár koncertet, akkor tutira telt ház volt, és tele volt a színpad előtt a tér az emberekkel. Nem vagyok benne biztos, hogy Rákospalotán mondjuk a közösséget ez érdekelte volna, viszont ott egy szüreti felvonuláson van közel 1000 ember. Jól tudom, és van bármilyen kulturális program, akár csak a művelődési házakat nézzük, amiben azért nincs a 15. kerületben kevés, mindig ott vagytok. Milyen a kapcsolatotok a kultúra közvetítő intézményekkel, illetőleg ott helyben a közösségekkel? Ez azért érdekes, mert azt valószínűleg nem tudják a hallgatók, hogy ugye mi egy céget képviselünk tavaly év vége óta, és elhangzott az többször itt házon belül a kulturális területen dolgozókkal, hogy mi végre kollégák lettünk. Mi itt a tévénél korábban is kollégaként tekintettünk rájuk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kapcsolatot ápoltunk eddig mindegyik házzal, és tényleg ahol tudjuk, segítjük egymást, mert mi nélkülük például nem tudunk működni, nekünk az ő műsoraikra úgymond szükség van, de ahhoz, hogy náluk is rendes hírverés legyen, elérjük a közönséget, ahhoz meg nekik is, ránk is szükség van. Tehát, hogy ez egy régebbre visszavezethető dolog, és én azt gondolom, hogy most már egy cégként talán flottabbul fog menni az együttműködés, de korábban se lehetett erre panasz. Itt nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, és már mentalitásról, cégekről. Van-e olyan program az utóbbi időben, amely azt mondott, hogy nagyon büszke vagy, hogy ott lehettél, hogy láthattad, vagy olyan riport, ami azt mondott, hogy most kifejezetten egy új tendencia a cégetek életébe, és szeretném még jobban elmélyíteni? Tehát olyan értelemben újdonság nincsen, mert a programok azok szerintem eddig is elég jó minőséget képviseltek. Nekem, ami mély nyomot hagyott, Újpalotán volt Fabók Mancsinak egy mixát darabból készült előadása, számomra az lenyűgöző volt, nagyon mély érzelmeket váltott ki az előadás, és tanulságokat adott, de ugye én kisgyerekes anyuka vagyok, ha a gyerekeimet kérdeznénk ugyanerről, azért ők a farsangi felvonulást emlegetnék föl. A farsangi felvonulás az Pestújhelyen volt, ha jól tudom. Mert azon
ott voltál, és hogy élted meg? Én egy nagy bulinak éltem meg, én oda nem dolgozni mentem ki, hanem a gyerekekkel kifejezetten mi jelmezben érkeztünk. Nagyon elfáradtak a nap végére, de nagyon jól érezték magukat. Én azt láttam, hogy nagyon felszabadult volt az a sok-sok ember, aki eljött, és tényleg az úgymond bulizásnak ez egy egészen sajátos formája volt ott együtt vonulni és elűzni a telet, és nekem ez volt az első forsangi felvonulásom egyébként a 10 év alatt, de valószínűleg jövőre is ki fogunk menni. De itt is egy nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen egy olyan dologról beszéltünk, ami falukban vagy olyan tradicionális helyeken volt, és ehhez képest Pestújhelyről beszélünk, ami a 15 kelet egy része, tehát nem volt egy kicsit fura? Ezen nem gondolkoztam még így el. Valahogy nekem ott, mivel a Pestújhelyi úton, ahol vonultunk, ugye ott van maga a Rákospalotai Múzeum, vagy most már új nevén, amit még nem jegyeztem meg, Hagyományok Háza, ha jól emlékszem, ezt a nevet viseli, ott is kifejezetten ezeket a falusi hagyományokat őrzik, a falusi népviseletet őrzik, a régmúlt időknek az emlékei vannak. Nekem valahogy ehhez kapcsolódott a helyszín, így emiatt nem volt szokatlan, hogy egy városi főutcán vonulunk. És ugye mondtad a másik pólust, ami hozzád állt közel, ezt a Fabok-Mancsi féle dolgot. Azt hiszem, talán az volt a cím, hogy Fekete Kakas? Igen, a Mixátnak a Fekete Kakas novelláját dolgozta föl. Az is egy kicsit a népi vonalat képviseli, és nem tudom meghazudtolni magamat, én néptáncoltam, népi énekeltem évekig, valószínűleg ezért is van ebbe az irányba egy erősebb kötődés, de azzal az ízes beszéddel, azzal a ahogy azt a paraszti világot megjelenítették a színpadot, szerintem egészen egyedülálló volt, és hát nem véletlenül volt teltházas előadás. Mondtad a néptáncot, népzenét, és illetőleg mondtad, hogy itt nagyon különböző, csak rövid idő alatt két nagyon különböző dolgot említettél. Milyen fajta mentalitással kell ahhoz hozzáállnatok, hogy elmentek egy ilyen területre, különböző, vagy ugye akár a polgármesterasszonnyal beszéltek, vagy akár egy kulturális dolgot mutattak meg. Mi az a kérködlé attitűd, amivel nektek oda kell menni, hogy meg kell szólítani az embereket, amire figyelni kell? Hát azt hiszem, hogy a nyitottság itt a kulcsa, tehát én voltam már itt komoly zenei koncerten, ha csak a zenei területnél maradunk, voltam könnyű zenei koncerten, volt ezek közül olyan, és szándékosan nem nevesítem, hogy melyik, ami egyáltalán nem állt ahhoz a stílushoz közel, amit mi mondjuk otthon hallgatunk, vagy amit én szívesen egyedül hallgatok a gyerekek nélkül, de én azt hiszem, hogy pontosan azért, mert ez a munkánk, mi, amikor kint vagyunk egy helyszínen, nagyon ritkán formálunk nyíltan véleményt arról, hogy mi nekünk ez most tetszik, nem tetszik. Minden előadást úgy kell feldolgoznunk, hogy az objektíven, megfelelően annak az értékét közvetítve jusson el a nézőhöz. Aztán majd a néző eldönti, hogy ez neki tetszik-e. Ez felkészülésben jelent valamit, tehát előtte tájékozottok? Mindenképpen. Most pont a hétvégén volt itt egy előadás, ahol Jordán Tamás és Molnár Piroska fantasztikus alakítását nézhették meg a nézők. Én tudom, hogy több órás felkészülést igényelt ez az adott szerkesztő kollégától. Egy egyszerű emléktábla avatónál is, és most idézőjelben mondom, hogy egyszerű, meg kell nézni, hogy kinek az emléktábláját avatjuk föl, mihez kapcsolódott, milyen időszakban élt, mi az, amit ő képviselt. Nem lehet felkészületlenül oda menni, mert akkor az ember nagyon csúnyán rá tud szaladni egy-egy helyzetre. Én tudom, hogy vannak mind kulturálisan, mind pedig közéleti szempontból nagyon nagy projektek a kerületben. Most csak hasamra ütök, én hallottam, hogy van például a Csokonai, most már non-profit kártén az Annó, ami egy nagy kulturális hét, de ugyanúgy minden háznak is megvannak a kulturális programjai, de ugyanúgy azt hiszem közéleti szempontból is egy csomó olyan tradícióval rendelkeznek. Mik azok ebbe az évben, amire már nagyon tudjátok, hogy lesz, készültek, voltatok már? Hát a Gönc 100-as évforduló talán szerintem idén az, amit nagyon kiemelten kezelünk, ugye születésének 100. évfordulóját ünnepeljük Gönc Árpád írónak, köztársasági elnökünknek. A kerületben egy nagyon nagyszabású projekt indult, nyár végén kerül színpadra az a darab, ami az ő egyik munkájából, az egyik művéből készül. Ehhez kapcsolódóan, ehhez az emléképhez kapcsolódóan vannak kiállítások, volt ugye ez az említett Jordán Tamás Molnár Piroska féle előadás, tehát a Gönc 100-ra felfűzve van egy nagyon szép programsorozatunk, ami fontos. Én a kerületi majálist is ide sorolnám, mint kiemelt program, mert
tavaly, ha jól emlékszem, nem is volt, előtte nagyon szerény körülmények között volt, és azért az sokakat megmozgat. Én az újpalotai nyári játékokra nagyon készülök, mert ott 5 napon keresztül mindig nagyon színvonalas előadások jönnek. Én azt javaslom, hogy erről beszéljünk részletesebben a szünet után. Jó. Hallgatunk egy kis zenét, és utána visszatérünk. Értünk egymás nyelvén, minden szó beszél, mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondod, más, ha hallgatod, nem tudná a parkén, mit akar a jó. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó, de mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elrabott, ellopott. Amit érzel, látom, amit látsz, mégis másképp mondom, mint amit te vársz. Gondolhatok bármit, előbb mondod ki, megbotlok egy kőben, s te fogsz elesni. Én hordom a balcipőt, rajtad van a jobb, összeköt a cipő, fűző, nem egy nagy dolog. Amint nekem jó, az talán neked nem való, de mind a ketten várjuk azt az elmondott, elhagyott, elrabott. Mondod a jót. Én tudom a dallamot, és te tudod a szót. Ami nekem jó, az talán neked nem való. De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elrabott, ellopott. Ugye ott tartottunk a szünet előtt, hogy elkezdtél az újpalotai programokról beszélni, és akkor udvariatlan módon félbeszakítottalak. Teljesen belefér. Ugye beszéltünk a kiemelt programokról, és ugye a Maján List követően nyáron kicsit a nyári táborokra koncentrálnak inkább általában a közösségi házak, és a nyár közepén az egyik legszínvonalasabb programsorozat szokott lenni az újpalotai nyári játékok. Ennek eddig minden évben a Boldog Salka Ház és Sára templom adott helyet, hol az udvarán, hol magában a templom térben lehettünk. Én ezt várom nagyon, mert ott mindig nagyon nagyszabású előadások szoktak lenni. Lesz majd ősszel az Annó,
Az, ami a legszebben meg tudja mutatni a kerület sokszínűségét, hiszen mindegyik kultúrház részt vesz. Mindenki egy kicsit a saját profiába élő előadást hoz, de mégis mindig van egy közös pont, tavaly Pilinszky volt, amihez kapcsolódóan, vagy akihez kapcsolódóan kialakulnak a programok, és én azt gondolom, hogy bárki találhatott érdekes programokat. Aztán persze a karácsonyi időszakban szoktak lenni nagyon érdekes koncertek, előadások. Én nagyon bízom benne, és erről semmi információm, hogy hát ha idén, vagy talán jövőre egy karácsonyi vásárt is láthatnánk a kerületben, mert azért az itt élőknek egy nagyon nagy vágya lenne. Szóval én azt gondolom, hogy nem fogunk unatkozni az idén. Igen, itt a kultúrára nagyon-nagyon szélesen kitértünk. Hogyan látod a kerület közösségi életét, akár a kamarán keresztül, vagy akár mint itt élő ember? Hát az elmúlt két év az nagyon-nagyon csúnyán megnehezítette a dolgunkat. A Covid, a bezártság miatt azok a területek, például ugye a kultúra kapcsán, ahol előadásokon találkozhattak volna az emberek, klubalkalmak, azok ugye nagyon beszorítkoztak, kevés lehetőség volt. Én ennek ellenére azt látom, hogy az online térben azért a közösségek megpróbálták megtalálni egymással a kapcsolódási pontokat. Idős kluboktól kaptuk azt a visszajelzést, hogy ők önszerveződően rengeteg szabadtéri programot szerveztek például saját maguknak, hiszen a klubházak bezártak a betegség miatt. Az itt élőknek nagyon nagy igénye van arra, hogy ezek a közösségek működjenek, és vannak, akik önszerveződően valóban megoldják ezt, vannak, akiknek kellenek azok a kis segítségek, amiket a klubban megkapnak, de hogy az itt élő embereknek igenis van igénye arra, hogy tudja ki a szomszéd, hogy tudja, hogy abban a közvetlen környezetében kikkel él együtt. Sokkal-sokkal nyitottabbak ezek az emberek, és főleg a panelos részről van ugye az a sztereotípia, hogy azt se tudjuk, ki lakik a folyosón. Nem, az emberekben megvan az igény arra, hogy ismerjék a saját környezetüket. Akkor egy kicsit hagyj fordítsam ezt vissza rád. Te hogy látod, fontos az, hogy nyitott legyél, hogy kíváncsi legyél? Végülis egy média közvetítőről beszélünk. Ez az, hogy érdekel, hogy mit mond a másik, vagy oda kell figyelni, meg kell ismerni a történetét a magánéletbe is? Igen, én alapvetően is az a típusú ember vagyok, aki folyamatosan olvas, folyamatosan képezi magát, szívesen olvasok életrajzi regényeket, tehát hogy nekem az emberek felé van egy nagyon erős érdeklődésem, és mindig nyitott voltam a segítő szakmák felé is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek építik az embert, és jó irányba formálják, hogyha nyitott másokra, és hogyha tényleg értő figyelemmel tudja a többieket figyelni. És hogy látod, a többiek, akár itt a kerületben, mennyire kíváncsiak a másikra? Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy pont a Covid helyzet mutatta meg azt, hogy igenis odafigyelnek egymásra, hogy nagyon jó segítő szándék van az emberekbe, és anélkül, hogy mélyen belemennénk az aktuál politikába, ugye látjuk most ezt az ukrán helyzetet. Nem is oda akartam kiukadni. Igen, most ennek a kapcsán is lehet azt látni, hogy rengeteg segítő kezdeményezés indult itt a kerületben. Most a polgármesteri hivatal is szervez segítő akciókat, de hogy a magánemberek is nagyon odafigyelnek arra, hogy akik ide érkeznek, vagy a kerületen átutaznak, akkor nekik tudjanak segíteni. Jó emberek laknak itt ebben a kerületben, én azt gondolom. Itt azt hiszem két nagyon vészes témát kerülgettünk, ami sajnos a mostani időszakot, az egyik a Covid, a másik pedig ugye igen, benne vagyunk egy olyan helyzetben, ami mindenkinek nagyon szörnyű, háború van a szomszédunkban. Hogy látod a ti szerepeteket, mit tudtok azért tenni, hogy akár annak Covid helyzetet, vagy ami még van, és akár ezt a szituációban egy kicsit könnyebb legyen, egy kicsit többet tegyetek érte. Van ebbe bármilyen fajta akaratotok, felfogásotok? Igen, mi a Covid helyzetben azt gondolom, hogy nyilván az ember elfogult saját magával, de hogy mi meg tudtuk tartani azt az objektív közvetítő szerepet, hogy amit a vírusról, amit a járványkezelésről tudni lehetett, minél gyorsabban, minél inkább a tényekre szorítkozva próbáltuk tájékoztatni a lakosságot. Nem akartunk senkit riogatni, nem akartuk elbagatelizálni sem a helyzetet, és azt gondolom, hogy összehasonlítva magunkat más hírforrásokkal azért ebben elég jól helytáltunk, és ugyanez a szándék most is a háborús helyzet kapcsán is. Kapcsolatban vagyunk az Amnesty International-lel, kapcsolatban vagyunk több olyan szervezettel, Református Egyháznak a segítő szervezetével például, akik gyűjtéseket szerveznek. Nekünk itt most az a feladatunk, hogy a nézők felé közvetítsük azt, hogy hol tudnak segíteni, mivel tudnak segíteni,
hogyan ne segítsenek, mert sokszor ez is nagyon fontos, hogy a jó szándék nem biztos, hogy olyan ötleteket hoz, amivel ténylegesen tudunk segíteni akár a szervezeteknek, akár az embereknek. Azt hiszem, ez is egy fórum, és mivel hogy egy elég megkerületett fed le a ti műsoratok, én most akár egy fél percre biztosítom azt, hogy itt is elmond a legfontosabb dolgokat, amivel tudnak segíteni. A 15. kerületben élők elsősorban a Csokonainak az intézményeit és a polgármesteri hivatalt tudják keresni, én azt gondolom. Van egy nagyon nagy szabású gyűjtés, ahol kisgyermekeknek tápszert, cumisüveget, bébi ételt, felnőtteknek tisztálkodószereket, egészségügyi ellátáshoz szükséges dolgokat, akár gyógyszereket, kötszereket, ilyen dolgokat érdemes hozni. Ugye azt tudni kell, hogy többnyire idős emberek, nők és gyermekek azok, akiket az ország fogad. Amit talán érdemes hangsúlyozni, és köszönöm, hogy erről beszélhetünk, hogy ezek az emberek tegnap előtt, az előtti napon pontosan ugyanúgy éltek, mint mi. Ugyanolyan jól szituált környezetben voltak, mint mi, és ezt érdemes szem előtt tartani, amikor segítünk. Ez egy hatalmas váltás most az ő életükben, és abban kell segítsünk, hogy minél kevésbé terhelje őket meg ez az időszak, amíg újra tudják kezdeni az életüket. Úgyhogy itt az önkormányzatnál minden olyan, de elsősorban tartós élelmiszert és a felsorolt dolgokat szívesen fogadnak, amit utána szervezeteken keresztül továbbítunk, de nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy próbáljuk meg úgy az adományokat elhozni, hogy ezek az adományok ahhoz az életszínvonalhoz kapcsolódjanak, amit ők megszoktak, mert nagyon sokszor találkozni jótékony gyűjtések során egyébként, hogy a levetett rossz ruhát odaadom. Nem, tehát ha adományozok, akkor valami olyat adjak, amit én is szívesen fogyasztanék, felvennék. Ne azért adjam oda, mert nekem nincs szükségem, és már használhatatlan. Így van. Tehát minden legyen használható, az ételeknek a szavatossága olyan legyen, amit mi is fogyasztanánk, és én ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik már leadtak, mert ma van a gyűjtésnek az első napja, és több helyszínen már nagyon sokan segítettek, illetve amikor adásba kerülünk, akkor valószínűleg már a sokadik napja lesz, de a felvétel napján az első nap már nagyon sokan segítettek, és ezt nem lehet elégszer megköszönni. Hát igen, tehát ahogy látom, jóval túlmutat a tevékenységetek egy sima, úgymond hírközlő szerve, vagy inkább úgy, nem csak a kulturális, hétköznapi, szociális dolgokat mutatjátok be, hanem sok minden más is foglalkoztatok. Mit lehet tudni a stábról? Hanyan vagytok? Hát a stáb létszáma változó, általában ilyen 10-15 fő között mozog, és elég vegyes korosztályban dolgoznak itt a kollégák, operatőrök, szerkesztőriporterek, vágók. Ami közös bennük, hogy nagyon elkötelezettek a szakma felé, és mindannyian nagyon törekednek arra, hogy minőségi tartalmat állítsunk elő. Nagyon lelkiismeretesen végzik a munkájukat, és én mondhatom azt, hogy olyanok vagyunk, mint egy kis család, és persze nyilván nem mindenben képviseljük ugyanazt a nézőpontot, de összességében én azt gondolom, hogy itt az értékteremtés az egész stábnak a célja, és hogy ebben egy elég jó úton haladunk. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye elmondtad, hogy pár év, amikor idejöttél, mi volt, meg most mi van. Vannak-e stratégiai tervetek, ami azt mondod, hogy szeretnél új dolgokat behozni, szeretnéd ezt átalakítani, akár modernizálni, akár tartalommal változtatni, vagy teljesen ahogy a helyzet adja? Ahogy a helyzet is adja, mert nagyon sok mindenhez kell alkalmazkodnunk, viszont én azt gondolom, főleg most már amióta főszerkesztőként tudom itt segíteni a televízió munkáját, hogy nagyon fontos a többiekkel egyeztetni. Vannak olyan kollégák, akik nagyon jó új ötletekkel érkeznek, akár műsorok tekintetében, akár már meglévő műsoroknak a frissítésében, és én azt gondolom, hogy ezekre a dolgokra nyitottnak kell lenni, mert nem biztos, hogy az én ötletem a legjobb, lehet, hogy valakinek van egy sokkal jobb ötlete, tehát nekem hosszú távon mindig az a célom, hogy az ő ötleteik is úgy tudjanak érvényesülni, hogy szebbet, jobbat, többet tudjunk adni. Bocsánat, hogy visszakérdezek, mert így általánosságban ez nagyon jól hangzik, de engem most már érdekel az is, hogy mondj egy példát, hogy a kedves hallgatók is ezt lássák. Hát konkrét példa volt például az említett Mozaik című műsor, ott volt egy tematikánk, hogy mi szerint működünk, volt egy műsorvezető, aki felkonferálta a különböző műsorrészeket, itt akár 4-5 különböző programnak az összefoglalója is meg tud jelenni, és például az egyik kollégának volt egy ilyen ötlete, hogy ezt a műsorvezetői szerepet kiváltva hosszabb felvezetések érkezzenek, amik nem egy-két mondatban, hanem
akár 4-5 mondatban, akár több percben el tudják helyezni térben, időben azt, hogy milyen eseménysorozatról van itt szó, vagy például az élő bolygó korában egy-egy témát dolgozott föl, most már egy téma köré 2-3 anyag is például ebben a környezettudatos műsorunkban is volt. Szó volt arról, hogy hogyan tudunk hulladékot hasznosítani, szó volt arról, hogy hogyan ne dobjuk ki az ételt, hogy lehet ezekben a MÁNCS programon keresztül például közeli lejáratú ételeket vásárolni, hogyan tudunk csomagolásmentes boltban vásárolni. Tehát több téma is van egy adott nagy témán belül, ami sokkal szélesebb információ csomagot ad a nézőnek. Ezek mind a kollégáknak az ötletei voltak, hogy kicsit frissítsük ezeket a műsorokat. Hát azt hiszem, hogy ezek is nagyon-nagyon lényeges dolgok, és hogyan látod, van-e bármifajta struktúraváltás a mai modern tévézésben, vagy kábel tévézésben, ami ugye arról már beszéltünk, hogy mi a fontosság az internetnek, illetőleg a különböző csatornáknak, de van más is esetleg, amit úgy gondolsz, hogy új kihívások jöttek el a 21. században. Hát én nem tudom, hogy mennyire kihívás, meg hogy mennyire szabad ilyet mondani. Én ugye azt látom, hogy a nagykereskedelmi tévéknél azért ezek a valóságsók, meg a különböző programok azért nagyon erősen beszippantják a nézőt, és az például egy nagy kihívás, hogy az ember ragaszkodjon az elveihez, és azt mondja, hogy erre a vonatra mi nem ülünk föl, és igenis az ilyen jellegű tartalmaktól azért elhatároljuk saját magunkat. Én a magam részéről, mint televízió fogyasztó, műsorfogyasztó, rengeteg olyan műsort látok, ami szerintem nem feltétlenül tanítja, vagy nem feltétlenül olyan értékeket, vagy információkat közvetít a nézők felé, amivel én tudok azonosulni, és lehet, hogy ez kicsit snob módon hangzik, de például ezekkel a valóságsokkal én nem tudok azonosulni. Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy vannak, akik ezt szívesen fogyasztják, ezt a tartalmat, de ettől függetlenül például mi nem gyártunk ilyeneket, pedig úgy látszik sajnos, hogy van rá igény. Elhangzott egy nagyon érdekes szó, a szárból tanítás. Igen. Feladatotok, vagy feladat a médiának, hogy tanítson? Szerintem igen. Én azt gondolom, mondjuk ez nekem szintén otthonról jön, mert ugye apai ágról médiás, anyai ágról pedagógus a család, tehát hogy lehet, hogy ez is benne van, de én azt gondolom, hogy ha én leülök a tévé elé, akkor valami olyat szeretnék látni, ami vagy szórakoztat, vagy valami olyan információt oszt meg velem, amit eddig nem tudtam, és hát nem tudom például, hogy az említett valóságsók ezek közül nyilván a szórakoztatást tudják egy bizonyos szinten kimeríteni, de én ha például egy politikai műsort megnézek, szeretnék ott új információkat, új nézőpontokat látni, megismerni azokat a nézőpontokat, és ezáltal lehet, hogy én is egy kicsit változtatok mondjuk a saját korábbi elgondolásaimon, mert sokkal tágabban látom a világot. Ez szerintem mind tanítás. Az érdekes, mert tradíciói vannak a kultúrtörténetben, az, hogy kifejezetten voltak olyan képviselők, most akár Németh Lászlóra gondolok, de ugyanúgy nagyon sok mindenki másra is, akik kifejezetten úgy gondolták, hogy tanító jellegű és emberformáló jellegűnek kell lenni a médiának. Ezeket a tradíciókat te fontosnak tartod, vagy ez egy újfajta tanítási móddal gondolsz? Vannak itt újfajta tanítási módok, és erre azt hiszem talán a legjobb példa, nem is csak a tanítás, ezt az érzékenyítés szót, ezt nagyon elkezdik elcsépelni, és mindig egy ilyen pejoratív tartalmat tesznek mögé, de mondok erre egy példát. Volt egy kétrészes interjúnk a szüléskörüli veszteségekről. Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, akár a terhesség alatt, akár a szülés környékén, ha valakit egy trauma ér, maga a téma is tabu, nemhogy arról beszélgetni, hogy ezeket a családi traumákat hogy lehet földolgozni, akár egy gyermeknek az elvesztését például, vagy akár azt, hogyha valakinek olyan sérülése lesz egy terhesség, vagy egy fizikai sérülésről beszélünk terhesség vagy szülés során, de akár lelki sérülésekről is beszélhetünk. Volt egy kétrészes beszélgetésünk, ahol nem csak szakemberekkel, hanem érintett édesanyákkal is volt lehetőségem beszélgetni, és azt gondolom, hogy fontos ezeket a témákat feldolgozni, mert rengetegen vannak, akik érintettek ezen a területen, de nem tudják, hogy hogyan beszéljenek róla. Vagy van a környezetünkben valaki, akinek volt egy vesztesége. Nem tudom, hogy hogyan vigasztaljam őt, mivel segíthetnék neki. Meghallgatok egy ilyen műsort, vagy megnézek egy ilyen műsort, és már is sokkal könnyebben tudok kapcsolódni és segíteni neki. Nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, amit mondtál. Tehát azt mondtad, hogy tabukat is lehet dönteni, és kifejezetten kényes témákat olyan jelleggel, hogy segítsünk az embereknek feldolgozni, akkor ez egy feladat?
Hát a magam részéről én azt gondolom, hogy én úgy tekintek rá, és a kollégák nagyon támogatóak ebben. Tehát például ezt a szülés körüli veszteségek témáját, hogy feldolgoztuk. Aztán volt egy előadás a Csokonaiban, a császármetszés témájában, ahol egy informatív előadást tartottak, ott pont én voltam a moderátor, szakemberek arról, hogy mi is maga a császármetszés, hogyan jutunk el egy szülés után, egy szülés végén egy császármetszésig, hogy készüljünk föl rá. Volt itt nálunk egy podcast sorozat, amit nálunk rögzítettek szintén császármetszéshez kapcsolódóan. Nagyon-nagyon informatív beszélgetéseket sikerült itt rögzítsünk, és én azt gondolom, hogy egy tudástárnak a kibővítéséhez járultunk hozzá. És ez egy nagyon klassz dolog. Voltak még ilyen hasonló témák, amit úgy gondoltál, hogy fontos volt felhozni, felhoztátok, és így itt talán sok ember közelebb került a problémájához? Igen, akik ismernek, azok tudják, hogy én a hordozás mellett nagyon elkötelezett vagyok. Ez a baba hordozás, ha látnak sokszor furcsának tűnő embereket magukra applikált gyermekkel, ezt hívjuk ugye babahordozásnak, ez egy nagyon klassz dolog, hiszen a babának a testközelség nagyon fontos. Erről a babahordozásról is beszélgettünk. Nagyon-nagyon sokan vitatkoznak arról, hogy elől kössék fel a babát, hátul kössék fel a babát. Ha már ez olyan jó, amikor már arról beszélgetünk, hogy előre vagy hátra kössük azt a gyereket, mert akkor már segít, akkor már a babahordozás mellett elkötelezettek vagyunk, tehát akkor már egy jó irányban vagyunk. Ezzel is foglalkoztunk nekem, ez egy nagy ügyem, és itt is egy nagyon jó tapasztalatcserét tudtunk folytatni a megszólaló anyukákkal. Ha már így beszéltünk egy kicsit arról is, amit te foglalkoztatsz, amikor éppen nem itt vagy, akkor ugye tudjuk, hogy családod van, gyermekeid vannak. Mivel szoktál a szabadidődől foglalkozni? A könyv szeretetedről már hallottunk. Igen, olvasni azt nagyon szeretek, amikor időm van. Én a videójátékokat is nagyon szeretem egyébként, és most már elég nagyok a gyerekeim ahhoz, hogy akár együtt is videójátékozzunk. De azért a szabadidőt többnyire ők alakítják. A cirkuszt imádjuk, tehát amint van lehetőség, egy-egy előadást akár többször is megnézünk a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Egészen más a szabadidőnek az eltöltése onnantól, hogy az embernek gyerekei vannak, és az én kislányaim nagyon aktívak, úgyhogy az otthon üldögélés az nem annyira a mindennapok része. Cirkusz mondtad, ugye te magad mondtad, hogy kivonultatok a Farsangra. Van-e még olyasmi, hogy olvasásponttal, mondjuk sport, vagy esetleg zenehallgatás együtt, vagy ilyesmi? Igen, zenét is szoktunk együtt hallgatni. A sport az azért egy érdekes kérdés, mert a gyerekek nagyon nyitottak a sportokra. Nagyobbik lányom például idén kezdett el karatézni, és úgy döntött, hogy nagyon szeretne még majd később ezzel foglalkozni. A zenehallgatás az egy nagy szívügyünk, a gyerekeknek is nagyon jó hallása van, gyönyörűen énekelnek, tehát nagyon sokat szoktunk otthon együtt zenét hallgatni, énekelni. Koncertekre, ahova már lehet velük menni, oda szívesen visszük őket. A sport az nem az én asztalom sajnos, tehát én vagyok az, aki azt inkább a képernyőn keresztül fogyasztja, mint hogy csinálja. De te magad mondtad, hogy táncoltál. Igen, a néptánc az egy nagyon-nagyon régi dolog, hát mostanra azért ez a mozgás, ez kikopott. Én a busz után se futok, ha nem muszáj, az a kategória vagyok inkább. És zenében miket szeretsz, amit mondjuk nem a gyerekeid, lányaid vannak, ugye? Igen, két kislányom van. Érdekes, mert mi nem vagyunk nagyon gyerekzenekarosok egyébként sem, tehát ők azt hallgatják, amit mi felnőttek. Szimfonikus metal, heavy metal, azért hozzám ezek állnak közelebb, bár ezt elsőre lehet, hogy nem nagyon mondanák meg. Én nagyon szeretem a hegedűt, hegedültem is korábban, és keresem azokat akár például elektronikus zenével kevert darabokat, ahol a hegedű megszólalhat, tehát ez is érdekel. Nyilván hallgatok valamennyi popzenét is, és hát szoktunk szimfonikus darabokat is hallgatni, úgyhogy elég széles skálán vagyunk zenefogyasztók. Mondjuk azért elég szép száma vannak Magyarországon is hegedű művészek, mindenféle stílusban, akár itt most már Ferenczi György is átszokott egy kicsit a hegedűre, vagy ugye Lajkó Félixnek pont most volt egy koncertje, őket akkor ismered, szereted. Igen, bár én mondom, a hegedűt azt inkább, ha egy mód van rá, akkor mondjuk a rockzenébe beleépítve, vagy egy heavy metalba beépítve, persze hallgatok másokat is, de nekem ez a rock vonulat, ez valahogy a kamaszkorban nagyon erősen megmaradt, és valószínűleg ez életem végéig elkísérte. Milyen rock vonulat most már, úgy kíváncsi vagyok, tehát? Hát nagyon érdekes, mert a családban volt, aki annak idején Metallicát hallgatott,
a hazai nagy klasszikusokat, Kalapácsot, tehát az alapokat ez adta meg, de én ezt a szimfonikus metált, Avantasiát, Within Temptation-t, Nightwish-t, ez lehet, hogy a hallgatóknak nem nagyon mond semmit, mert rétegzene, de én ezeket hallgatom szívesen, akik egyébként néha föllépnek valóban szimfonikus zenekarral is. Nagyon-nagyon sok mindent érintettünk, és hogy látod egyébként, a lányaid örökölték tőled ezt a fajta nyitottságot, érdeklődést? Igen, mind a ketten nagyon nyitottak a világra, és anélkül, hogy ebben nagyon mélyebben belemennék, mert azért korlátozott műsoridőnk van, azt érdemes tudni, hogy nekem mindkét kislányom autizmus spektrum zavaros, és egyébként én is érintett vagyok ezen a területen, nagyon magasan funkcionálnak ők is, és én azt látom, hogy pontosan ezekből a kis eltéréseikből fakadóan talán nyitottabbak is a világra, mint az átlagember, és nagyon, nagyon könnyen szívják magukba a tudást. Ez egy nagyon érdekes dolgot mondtam, mert én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, beszéltem, akik bizonyos handicapből sokkal többet hoztak ki, mint egy átlag ember. Ebbe te hiszel, vagy így gondolod? Igen. Pont az autizmus spektrum zavar kapcsán szokták mondani, hogy ugye minden autistának van egy úgymond special interestje, egy kifejezetten őt érdeklő téma, amiben nagyon el tud mélyedni. Ugye sztereotípia szokott lenni, hogy autista férfiaknál például a közlekedési járművek, vonatok szoktak ilyen kifejezett dolgok lenni. Nekem régen ez az úgymond special interestem, ez a média volt. Én ebből konkrétan a munkát kovácsoltam, és a hobbimból lett a munkám. A kislányomnak a zene az, ami már most megmutatkozik, hogy ilyen érdeklődéssel. Valószínűleg zenei irányban fogjuk őt majd tovább kísérni a tanulmányai során, mert nagyon érdekli, és nagyon fogékony rá például. Uh-huh. Egyébként fontos az életben az, hogy ilyen szempontból, hogy egy ember ismeri a saját előnyeit, hátrányait, és ebből építse fel magát, sőt, az egész instrumentális környezetét, akár tévéről, vagy kultúráról, vagy közéletről van szó? Igen, én azt gondolom, hogy azért is például a nehézségeinket érdemes tudni, mert úgy fejlődik az ember, ha mindig feszegeti kicsit a határokat. Nem kell túlságosan feszegetni, mert az nyilván visszaüt, de hogy igenis próbáljunk megfejlődni, hogy próbáljuk azt, amiben gyengék vagyunk, fejleszteni, és amiben jók vagyunk, azt meg próbáljuk minél inkább tökéletesíteni. Szerintem ezek a törekvések csak előnyére válhatnak az embernek, és utána pedig magának a társadalomnak is. Hát azt hiszem, ez nagyon-nagyon szép végszava volt a riportunknak. Köszönöm szépen Kis Zsófiának, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Mindenki tudja, hogy ennyi az egész. Az élet csak arasznyi repülés földtől a földig. A világnak mindegy, hogy meddig érsz. De neked és nekem ez most az egyetlen, az első és az utolsó bevetés. We'll be right back.
Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!